Gizmo, elkések a suliból. Segíts megtalálni a könyveimet. Pakolj be. Én meg... Nos, ha én lennék Krisz könyve, hova bújnék el? Hoppá, ez legalább megvan. Megvannak? Igen, már csak a tolltartó kell, radír, számológép, a füzetet, a szögmérő meg... Szia, Krisz! Jó reggelt! Mitch, Jay, mi a helyzet? Épp rohanok. Tanultál? Mégis mire? A dogára. Dogára? Gizmo, nyisd ki, nyisd ki! Jól értettem, doga lesz. Pontosan, Krisz. Fizik a duga az erőkardról, meg az emelőkről. Este próbáltunk a bandával, elfelejtettem. Kétfajta emelő van. Egy oldalú emelőről beszélünk. Ha karul lesz, akkor nem mehetek el a Vidám Parkban az osztályjal. Ó, Krisz, tudtad, hogy a Vidám Parkban most adták át az új hullámvasutat? A villámsikoly! Ez csúcs! Muszáj kipróbálnom a villámsikolyt. De hogy írjam meg a dogát? Van valami ötlet? Hát, ezt ott küldte át. Lehet, hogy bele kéne nézned. Ali, ha valamelyik lúzer esetleg elfelejtette a fizika dogát, megvannak a kérdések. Ha beütitek ezt a kódot a telótokba, elindul a letöltés. De nem ingyen. Fizetni kell érte. Mert apám megvonta a zseppénzemet. Fizika dolgozat megoldása. Csak meg kell nyomni, és már tölti is. Ne, Krisz! Ne csináld már! Ó, ezt nézni sem bírom! Nem! Gizmo, van, amikor az embernek nincs más választása. Ez a könyv hozzád szól, soha nem múlik el. Superbook, a könyvek könyve. Oké, kész is. És de Gizmo, Krisz, erről lesz úgy se szólj. Figyelj, ebből baj lesz! Szia, Joy! Krisz Kvantum, ez csalás, és senki nem segíthet rajtad, ha lebuksz, se én, se a szüleid, még a tanárok sem. Nézd, elfelejtettem a dogát. El akarok menni a Vidám Parkba, de nem tudok, ha karót kapok. A barátod itt, attól tartok, hogy ez az a telefonom. Mindjárt rövid zárlatot kapok. Superbook! Hé, egy időutazás elég jó indok a lógásra. Nagyon vicces, Krisz. Elviszlek titeket három olyan férfihoz, akik úgy döntöttek, inkább Istennek engedelmeskednek. Még akkor is, amikor veszélybe kerültek. Ez most nálam maradt, Krisz, én nyertem. Joy, azonnal add vissza, az az én telefonom. Úgy tűnik, nem csak ti vesztetek össze, szégyelhetnétek magatokat. Látod? Én mondtam neked, te tényleg bátor vagy. Ha te mondod, biztos így van. Ezt most jól beleverted a fejembe. Vendégeink vannak. Vendégeink jöttek? Jó napot. Engem Mishaknak hívnak. Ő ott Sidrák, ő pedig Abednego. Én Joy vagyok. Ő ott Krisz, és ő itt Gizmo. Elnézést, hogy így beugrottunk, de Superbook nem védik. Akkor hát, miért is verekedtetek az előbb? Nem verekedtünk. Mi csak megbeszéltük, hogy miért pazarolja a pénzt a király a szoborra. Egy hamis isten szobrára. És azt akarja, hogy meghajoljunk előtte. De mi ezt sosem fogjuk megtenni. Azt a mindenit, ti is látjátok ezt? De hatalmas! Nem semmi, hogy ezt így felépítették! Azta, ez gyönyörű! Elképesztő! Olyan, mintha aranyból készült volna! Azért, Joy, mert aranyból van, de ez minden. Fém az egész.
A mi Istenünk teremtette az egész világot, még az aranyat is, amiből a szobor van. Ha imádkozunk hozzá, akkor meghallja és válaszol, mert ő létezik. De ha a szobor nem igazi Isten, akkor miért baj, ha valaki tiszteli? Mert a mi Istenünk az egyetlen Isten, és ő az egyetlen, akit tisztelhetünk. Viszont ha nem hajolunk meg előtte, azt a király engedetlenségnek fogja tekinteni a részünkről. Nem egyszerű meghozni ezt a döntést. De miért? Csináljatok, amit akartok. Ha nem engedelmeskedünk a királynak, a tüzes kemencébe dobnak minket. És ímé, mi csodálatos lett az én alkotásom, féltőn vigyázza egész Babilont. Királyom, kezdődik a szertartás. Nagyszerű. Ma végre mindenki a szobrom lábai elé borul. Láttátok, mekkora lett a szobor? Ilyen sehol sincs a világ. Nézd valamit, hát az a hatalmat. Oda néz. Hihetetlen, itt van. Figyelj csak, Krisz! Ki gondolta volna, hogy Babilon ilyen izgalmas volt Krisztus előtt 500-ban? Egy új profilkép? Már fel is töltöttem, rögtön kaptunk 35 lájkot. Komolyan? De hogy Krisz, ne legyél buta. Krisztus előtt 500-ban vagyunk. A számítógépet még fel sem találták. Mi ez a nagy fennforgás? Olyan, mint egy ünnepség. Igen, mindenki ünnepel ma. Kivéve mi. Valami zsidó, ha jól tudom. Úgy hallottam, valami Dániel fejtette meg az álmát. Már régen jelentenem kellett volna titeket. Nem viselkedtek rangotoknak megfelelően. Mert ti nem viselkedtek a rangotoknak megfelelően. Nem tisztelitek az uralkodót. Nem tisztelitek az uralkodót. És a lábamon állsz. És a lábamon állsz. Jaj, tényleg? Bocsánat, sajnálom. Tudom, mit jelent ez a ceremónia nektek, és az isteneteknek. Most viszont le kell borulnotok a király szobra előtt. Különben... Jó? Üres fenyegetőzéssel akarod őket elijeszteni? Üres fenyegetőzéssel? Katona, én Namtár üzenem a királynak, hogy folytatódhat a ceremónia. Apsu is így gondolja. Ó, és Apsu is így gondolja. Nem már, szerintem túl bonyolítjátok ezt a szoborügyet. Egyszerűen csak ne menjetek el az ünnepségre. Királyi hivatalnokként muszáj ott lennünk. De ha leborulunk a szobra előtt, akkor engedetlenek leszünk Istennel szemben. Engedelmeskedni Istennek mindig ez a legjobb megoldás. Nem számít, mi az ára. Akkor is azt mondom, meghajolnak vagy sem, tök mindegy. Gizmo, segítened kell. Ó, ha benyomod ezeket a gombokat a megfelelő sorrendben, akkor tudsz azon beszélni. Tudom, hogy kell telefonálni, Gizmo. Úgy értettem Krisszel, ez most komoly. Nem érti, miért baj, ha fizet Toddnak a fizikadoga megoldásáért. És nem érti, mi nyomasztja Sidrákot, Misákot, Abednégót. Ezt most hogy érted? Nekik is fontos döntést kell hozniuk, de helyesen akarnak cselekedni, még akkor is, ha a tüzes kemencébe vetik őket, mert nem hajolnak meg a szobor előtt. De Joy, Krisz szerint ez nem is igaz, és... Krisz nem fogja fel a következményeket, sem a csalással, sem a kemencével. Akkor a kemence igazi? És meg kell hajolnunk. Joy, várj meg! Figyeljetek, népek, nemzetek és nyelvek! Halljátok meg a király parancsát! Amint halljátok, a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát! Most kell döntésre jutni! Boruljatok le és imádjátok Nabukodonozor király aranyba öntött mását! Király! Örökké él! Remeg a lábam, Sidrák. Mi lesz most velünk?
Emlékszel, mit mondtam, amikor erről beszéltünk? Ne feledd, Isten velünk lesz, ha eljön az idő. Igen. Ő velünk van. Igen. Az Úr most is bátorságot ad. Aki nem borul le és nem imádja az aranyszobrot, bevettetik az égő tüzes kemencébe! Gizmo! Akkor hát egyetértünk? Igen. Hová mentek? Amit ma tettetek a szobornál, tudjátok, hogy nem hajoltatok meg. Ezért elveszítitek a munkátokat az udvarban, ugye? A király valószínűleg ebben a pillanatban dönt a sorsunkról. De azért nem lesz nagy baj, ugye? Mégis mi történhet? Lefokoznak titeket? De ha ki is rúgnak, biztos több száz munka közül választhattok. Milyen állások vannak mostanság? Fáklyagyújtók, kőművesek? Valakinek fel is kell takarítani az ünnepség után, nem? Na ugye? Nem lesz itt semmi gond. Sima ügy. Akkor később még találkozunk. Psst! Hé! Chris, tudod, hogy veszélyes most együtt mutatkoznunk velük? Jaj, nyugi már! Látod, eljöttem. És jól vannak. Épp leveseznek. Chris, nem imádták a szobrot? A király le fogja tartóztatni őket. Láttok ti itt egyáltalán katonákat? Hát nem! Na és láttok, égő, tüzes kemencét, égigérő lángokkal? Hát nem! Na ugye, nem jönnek letartóztatni őket, és ez a kemence nem is létezik. Feleslegesen izgultok. Chris, add ide! Bemagolom gyorsan a válaszokat. Joy, add vissza a mobilom! Most szépen velünk jött. Le vagytok tartóztatva. Ne, várjasok! Rendet! Magatoknak köszönhetitek. Kellett nektek ellenszegülni a király parancsának. Látod, Chris? A katonák, akik nem jönnek, viszik őket a kemencébe, ami nem is létezik. Igaz a hír, Sidrák, Misák és Abednego? Szánt szándékkal nem tiszteltétek az istenemet, és nem imádtátok az aranyálló képemet? Adok nektek még egy esélyt, hogy imádjátok az aranyálló képet, amit én készítettem. De ha nem engedelmeskedtek, tüstént bevettettek az égő tüzes kemencébe. És ki az az Isten, aki kiszabadíthatna az én kezeimből? Ó, Nabukodonozor, nem szükséges erre felelnünk néked. Ímé a mi Istenünk, akit mi szolgálunk. Ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből? És a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, amelyet felállítottál, nem imádjuk. Fűtsétek be a kemencét 7-szer jobban, mint szoktuk! Figyétek őket, most! Gyerünk! Menjünk! Megkötözni őket! Így jár az, aki nem engedelmeskedik a királynak! Chris, Gizmo, hallom őket! Itt vannak a fal másik oldalán! Rajta vagyunk az ügyön!
Krisz, tudtad? A forgástengelytől mér távolságot? Megszorozzuk az erővel. Srácok, mit műveltek? Izmó, repíts fel minket gyorsan! Ha így tennék, Joy, Krisz megbukna a fizikadogán. És akkor nem próbálhatja ki a villámsikolyt? Mivel segít a forgatónyomaték? Így fogunk átjutni ezzel, azon a falon. Hát, az ki van zárva! Gizmo, mondd valamit a tankönyv a fáról meg a kőről. Van esetleg B-terved, Einstein? Gizmo, B-terv, repíts minket a falra! Mondtam én neki, az elején megmondtam, de nem hallgattak rá. Olyan bölcs vagy, Nantár. A számból vetted ki a szót. Valahogy meg kell őket állítanunk azonnal. Épp elég időt adtam nektek, de lejárt az időtök. Dobjátok be őket a tűzbe! Túl késő. Végük. Az őrök is. Ők is megégtek. Mi előre megmondtuk. Igazad van, Apsu. Ez történik azzal, aki nem fogad szót a királynak. Szerinted mit néz a király? Innen nem látom. Gyertek! Nem, három férfiút vetettünk a tűz közepében megkötözve. Nézzétek! Négy férfit látok szabadon járni a tűz közepében, sértetlenül. Te jó ég! És a negyedik, mintha valami isten lenne. Vajon ki lehet ott bent velük? Abednego megmondta a királynak, hogy Isten kiszabadítja őket a kemencéből. Akkor ez biztos Isten. A felséges Istennek szolgái, gyertek ki és jöjjetek ide! Nincs semmi bajuk! A lányoknak nincs füst szakoljuk számot sem éget. Ez hihetetlen! Azta! Áldott legyen Sidrák, Misák és Abednego istene, aki küldötte az ő angyalát és kiszabadította az ő szolgáit, akik ő benne bíztak. A király parancsolatát megszegték és veszedelemre adták az ő testüket, és nem szolgáltak, nem imádtak más istent az ő istenükön kívül. Parancsolom azért, hogy minden nép, nemzetség és nyelv, amely káromlást mond az ő istenük ellen, darabokra tépessék és most annak háza szemét dombát étessék. Maradj már csöndben! Hiszen nincs más isten, aki így megszabadíthatja az embert. Akkor a király most még több dolgot bízott rátok. Bizony, a változás már is látható. Thank you.
És most mihez kezdesz? Hú, azt hiszem, megyünk vissza. Menjünk, Joy, el fogunk késni a suliból. Chris, de mi lesz a dolgozattal? Joy Pepper, ez az, kiváló! Chris Quantum? Nem túl jó, de megfelelt. Hogy nem sikerült? Nagyon sok gyerek válaszolt ugyanúgy a kérdésekre, és a válaszok rosszak voltak. Hallottam, hogy neked is megvolt a kérdéssor, de úgy döntöttél, mégsem használ. Hát igen, nem csaltam a dolgozatnál, de nem lett elég pontom, hogy mehessek a Vidám Parkba. Nézzünk egy kérdést plusz pontért. Hát, ha tudod a választ. Mi a legrégebbi feljegyzés az emelőkarról tudomásunk szerint mondjuk évszázadra pontosan? Krisztus előtt 5. század, a babiloni Nabukodonozor király korából. A legkorábbi feljegyzés 200 évvel későbbi ennél. De mondjuk, hogy megkapod a hiányzó pontszámot. Jó szórakozást! Szabad ilyet? Hát persze, te úgy döntöttél, hogy nem puskázol, és ez jutalmat érdemel. Most viszont foglalkoznom kell a többiekkel. De ezek voltak a jóval. Azért, mert idén új tesztsort készítettem, Todd. Ez nem lehet igaz. Na gyere szépen, most felhívom a szüleidet, jó? Remélem kikapod, ha micsoda egy csalódás. A többiek újraírják a dolgozatot, és nincs Vidám Park. Micsoda? De kár. Jaj, ne. Mit mondok anyáiknak? Hát, ezt nem hittem volna. De Toddnak igaza volt. Tessék! Toddnak? Igen. Azt mondta, hogy aki használja a válaszait, annak fizetnie kell. És úgy néz ki most rajta a sor. Thank you.
Magyar hangok. Gerő Bence, Pekár Adrien, Szokol Péter, Mihály Győző, Seder Gábor, Barbinek Péter, Mezei Kitti, Magyar Bálint, Bolla Róbert, Papucsek Vilmos, Kisfalusi Lehel, Katona Zoltán, Gubányi György István, Barabás Kis Zoltán, Tokai Csaba, Háda János, Lakló Taladár, Hámori Eszter, Kökényes Játi. Magyar szöveg Szekeres Katalin, gyártásvezető Bárány Judit, rendezőasszisztens Dohi Erika és Király Csaba, szinkronrendező Mészáros Károly. Ez a könyv hozzád szól, soha nem fog.